Sziasztok! Eljött az évnek az az időszaka, amikor már mindenkinek elege van a télből, és csak arról tudunk beszélni, hogy milyen jó volt a nyár, illetve, hogy milyen jó lesz a következő nyár. Legalábbis nekem már decemberben elegem volt abból, hogy hideg van, és hogy esik a hó, és hogy bárhova is el akarok menni, az azzal jár, hogy én szét vagyok, ugyanis én nagyon fázós vagyok. És most már a barátnőimmel is elkezdtük tervezgetni, hogy majd milyen lesz a nyár, már elkezdtünk bikinit rendelni, és így február elején arra gondoltam, hogy miért is ne beszéljünk akkor tényleg a nyárról, ugyanis nekem nagyon szuper nyaram volt, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hiszen egy nyár csak szuper lehet. És itt van még a kis tavalyi noteszem, amiben beleírtam minden nap, hogy aznap mit csináltam, illetve a nyárról is pár emlék benne van, pontosabban csak így nagy vonalakban a dátumok, hogy mikor hova utaztam. Úgyhogy ennek a segítségével fogom most nektek elmesélni a nyaramat, ugyanis rájöttem, hogy nem volt nyár végén olyan visszaemlékezős videó, vagy bármi, amivel elmeséltük volna Pannival, hogy mi mit is csináltunk a nyáron. Szóval remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és igyekszem minél több képet, illetve videókat bevágni a nyaramról, hogy ne csak annyi legyen, hogy itt ülök és beszélek, hanem hogy tényleg lássátok, hogy konkrétan mik voltak. Úgyhogy akkor kezdjük is! Szóval június 18-án a húgom a születésnapomra meglepett, mármint nem akkor van a szülinapom, csak akkor lepett meg így előre, hogy Bécsbe vett vonatjegyeket, és kimentünk egy napra csak mi ketten, és vásárolgattunk, meg város néztünk, egy nagyon finom vegán helyet is kinézett előre, és ott ebédeltünk, az nagyon szuper délután volt, és azzal indult igazából úgy a nyaram, legalábbis ez volt az első utazás, amit ugye nyáron véghez vittem, szóval ezt mindenképpen meg akartam említeni, de hát akkor még hátra voltak a szóbelik az érettségiből. Június 24-én volt vége mindennek, akkor kaptam meg az érettségi bizonyítványt, és ha konkrét akarok lenni, akkor tényleg akkor kezdődött nekem. Szerintem az eddig éltem legjobb nyara. Június 25-én volt az OVS Fesztivál, ugye videós nagy találkozó, amikor nagyon sokan ti is ott voltatok és odajöttetek hozzánk. Az egy hihetetlen nagy élmény volt, erről vlog videó is van a csatornán, és Pannival azóta emlegetjük, mert az akkor tényleg tudatosult bennünk, hogy mennyien követnek és szeretik azt, amit csinálunk. Június 29 és 30-át Balatonon töltöttem, az északi parton, Balatonfüredhez nem messze, egy barátnőmmel, Ágival, ugyanis a családjának van egy nyaralója ott, és már megbeszéltük, ő is akkor érettségizett, és megbeszéltük, hogy mindenképpen az érettség után csak mi ketten lemegyünk, és beadjuk azt a tipikus balatoni életet, úgyhogy ezt véghez is vittük, nagyon jó idő volt, erre emlékszem, és éjjelenként sorozatoztunk, aztán reggel egyből mentünk le a partra, napoztunk. Hihetetlen jó volt ez a két nap, és azt is a mai napig emlegetjük, úgyhogy remélem, hogy ezt idén is be tudjuk építeni a tervek közé. És július 3 volt a 18. születésnapom, amikor pedig a barátaim megleptek, ugyanis tudtam, hogy aznap majd csinálunk valamit, ugyanis ezt előre mondták, mert hát nyilván ez így várható volt, hogy ha már 18, akkor csinálunk valamit, viszont nem tudtam, hogy kik lesznek és hogy hol, és Budapesten bekötötték a szememet valamilyen sállal, és úgy mentünk mindenféle közlekedési eszközzel végül egy nagyon szuper helyre, ahol ott voltak szerintem legalább egy olyan 25-30-an így a baráti körömből, de nagyon-nagyon sok ember így meglepett, mert tényleg annyian voltak. Az egy nagyon-nagyon szuper buli volt. Ezután július első kettő hetében otthon voltam, ugyanis elkezdtem a Crest a nyáron, és ekkor jártam az elméleti órákra, már nem is emlékszem, hogy hogyan volt felépítve, amúgy azt akartam is mondani, hogy már nem sokára remélhetőleg meg lesz a jogsim, és hogyha szeretnétek róla videót, akkor már mint arról, hogy mi kell ahhoz, hogy legyen jogsid, akkor amúgy írjátok meg kommentben. Ez most csak egy ilyen gyors beugrás, szóval annyi a lényeg, hogy elkezdtem igen a Crest csinálni, és akkor pont jól alakult minden, hogy nem volt semmilyen nagyobb utazás vagy ilyesmi tervben, mert akkor fontos volt, hogy az, hogy otthon legyek és bejárjak azokra az órákra, úgyhogy ez volt két hétig. Július 16-a és 17-e volt egy olyan hétvége, amikor Szegeden voltam a húgommal, a nagyobb húgommal, Esztivel, illetve a nagynénémmel, és a szegedi szabadtéri színházban néztünk meg egy darabot, amire nem emlékszem, hogy mi volt ez a darab, kicsit ez régen volt, de arra igen, hogy az nagyon jó volt. És számunkra ez egy hagyomány, ugyanis már kétszer voltunk, és valószínű, hogy most nyáron is megyünk, szóval Szeged az úgy tipikusan az a hely számomra, amit évente egyszer meg szoktunk látogatni. És ezután július 19-én pedig mentem Szlovéniába, és erről szintén láthatok egy vlogot a csatornán. Egy nagyon jó barátommal, Gerivel és a családjával mentem el, és az volt, ha jól emlékszem, egy olyan 3-4 napot voltunk Ljubljanában, illetve ugye a Bledítónál, de ezt mind láthatjátok a videóban, és az utazás az nagyon random jött, mert ők hívtak engem így a családjukkal, hogy menjek velük,
És nálunk otthon ugye akkor nem régen született meg Róza, a legkisebbik tesóm, szóval nekünk nem volt meg ez a nagy családi külföldre utazós dolog a nyáron, és pont ezért nagyon örültem, hogy akkor megint így külföldre is kijuthattam, na mindegy, ez egy nagyon szuper utazás volt, és ekkor volt ugye kb. A nyárnak a fele, szóval mondjuk így, hogy végigmesélem, amúgy nem tűnik valami sok mindennek, hogy mit csináltam a nyáron, de azt tudom, hogy akkor már hihetetlen sok mindenen itt túl voltam, mert mégiscsak egy nap azért sok mindent csinál az ember, és örültem, hogy még a fele hátra van. Ezután július 25-től kezdve pár napot voltunk a barátaimmal Balatonon, ugyanott, ahol a barátnőmnél voltunk, tehát hogy az a baráti társasággal mentünk abba a kis nyaralóba, és az a kis annyira jók voltak, Jézusom, amúgy én imádok a Balatonnál lenni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de annak egy annyira jó hangulata van. Ott van egy tök jó nyaraló, vagy akár csak bármi, amit béreltek, vagy egy sátor, és ott a Balaton parton napozni, és füldeni, és labdázni a vízben. Ezután július 29-30-31 volt egy falu búcsú, ahol a barátnőimmel voltam, és minden évben elmegyünk abba a búcsúba, mivel az egyikünk, mert hogy igen, négyünk közül ketten ott laknak, és nagyon szeretjük, mert nagyon jó hangulatos tud lenni, és olyankor be is költözünk az egyikünkhöz 3 napra. Tök jó, mert olyankor nem csak úgy ilyen esti buli van, vagy esti koncertek, vagy ilyesmi, hanem már reggel felkelünk, és akkor egyből beszíneztük egymásnak a haját, arról azt hiszem, hogy raktunk is ki képet. Eljött az augusztus, amikor is a családom, mivel tudtuk, hogy nem megyünk külföldre nyaralni, ezért Balatonon bérelt egy házat, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 hétre. Ezért augusztus 1-től 10-ig én Balatonon voltam, és ott készült például a Baba vlog, amit a csatornán szintén láthattatok. És szerencsére amúgy nagyon sok volt osztálytársaim, meg barátnőim, meg mindenki az északi parton vannak a nyaralóik, legtöbbjüknek, és azért egy csomót tudtunk velük is találkozni, szóval annyira jó volt úgy lemenni a partra, hogy ott van a családom is, ott vannak a barátaim is, így mindenki egy helyen. És amúgy Tihanyó az nem messze volt ez a ház, úgyhogy a húgommal majdnem minden nap elbicikliztünk így a Tihanyi félszigetre, ott is tettünk meg köröket. És augusztus 10-én pedig visszajöttem Budapestre, ugyanis kezdődött a Sziget Fesztivál. Én azelőtt voltam amúgy a Strand Fesztiválon 2-szer is, a korábbi években, viszont Szigeten most voltam először. Én 7 napot voltam, és nem sátoroztam ott meg semmi, hanem egy barátnőmnél aludtam Budapesten, viszont mindig így a barátnőkkel mentünk ugye minden nap be, kb. 2 körül, vagy valamikor kicsit később. És úristen, hihetetlen jó volt ez a hét, tényleg összehasonlíthatatlan például a Strand Fesztivállal, mert ez óriási nagy dolog volt. Persze arra ráébresztett, hogy ez a 7 napos bulizás nem annyira nekem való, mert 5 nap után annyira lebetegedtem, hogy lázas voltam, minden bajom volt, és persze, hogy az egyik reggel, tehát pont úgy volt, hogy a Sziget közepén nekem volt a KRESZ vizsgám, nem a vezetés, hanem az elméleti vizsga, úgyhogy még oda is elmentem betegen, hál' Istennek az a vizsga meg is lett. Viszont utána én még visszamentem az utolsó előtti napra, mert akkor kicsit jobban lettem, gondoltam, hogy na, ezt a 2 napot még kibírom, és viszont éjjel már tényleg annyira szarul voltam, le voltam gyengülve, lázas voltam, minden bajom volt, úgyhogy akkor fogtam magam 6 nap után, hazamentem, és az utolsó estére már nem emlékszem, hogy melyik előadó volt, de annyira nem is érdekelt, mert tudtam, hogy ez ilyen veretőség, meg azt már nem bírtam volna. Úgyhogy így igazából a 7 napos Sziget nekem csak 6 volt, mert az utolsó estét kihagytam, de hát így is szuper volt, szóval én azt mondom, hogy a csúcson kell abba hagyni. Utána pedig már én sem csináltam amúgy semmi izgalmasat, legalábbis semmi olyat, ami így most hirtelen eszembe jutna. Az az egy hét az nagyon jó mindig, mert akkor egy kicsit így ráhangolódsz az iskolára, ami már elkezd hiányozni, főleg így, hogy én azt sem tudtam, hogy mi vár rám ugye az egyetem miatt. Szóval nekem ez volt a tavalyi nyaram, remélem, hogy egy kicsit meghoztam nektek is a kedveteket, hogy elhűzzük együtt a telet és szurkoljunk, hogy minél hamarabb jön a nagy meleg, és mehessünk nyaralni, meg ugye akkor szünet van és nem kell tanulni. A kommentek között pedig írjátok meg, hogy nektek mi a legkedvesebb élményetek, vagy emléketek a 2016-os nyárról, és akkor egy kicsit így mindenki együtt visszaemlékezik arra, hogy mennyire jó is volt ez így egy éve, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! A videó végén elfelejtettem egy nagyon fontos infót mondani, mégpedig, hogy elindult a My School nevű csatorna, ahol minden héten valamilyen nagyon hasznos tanácsot és nagyon hasznos témát dolgoznak fel azok, akik abban a csatornában részt vesznek, és megkerestek engem is, hogy egy vendég videót csináljunk nekik, illetve később akár több videót is, hogyha erre van igény. Szóval készítettem egy videót az érettségiről, és tudjátok, most volt a csatornán is egy csomó ilyen egyetemmel kapcsolatos videó, és millió e-mailt kaptam arról, hogy az érettségiről meséljek, hogy mik a tanácsaim, miket kell tudni róla,
és főként a pontszámítási rendszer az, amiről az a videó szól, szóval, hogyha esetleg érdekel titeket, akkor nézzétek meg azt a videót, lerakom a leírásba, illetve az egész csatornát nagyon érdemes megnézni, ugyanis tényleg olyan hasznos dolgok vannak benne, amiket a suliban nem tanítanak meg a diákoknak, és igen, itt akartam, sziasztok!